Önök a Zsolca TV adását látják a UPC Ongai és Felső Zsolcai kábelhálózatán. Köszöntöm nézőinket! Ezen a héten is számos érdekes témával várja Önöket Lénárt Vanda a közelképben. Tartsanak velünk! A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében akár a mínusz 20 fokot is elérheti a hőmérséklet az elkövetkező napokban. A megerősített polgárőr szolgálat mellett a város vezetése arra kér mindenkit, hogy ebben a rendkívüli hidegben fokozottabban figyeljünk szomszédainkra, embertársainkra. Különösen nagy veszélyben vannak az egyedül élő, nehezen mozgó, többnyire idős emberek. Kérjük, amennyiben olyan veszélyeztetett, elhagyott emberről szereznek tudomást, akit bármilyen okból kihűlés fenyeget, kérjenek segítséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a képernyő alján látható telefonszámon. Húsz éves álom vált valóra a felsőzsolcaiaknak azzal, hogy elkészült az uniós pályázatból épített buszút, mely így lehetővé teszi az északkeleti városrészben lakók számára a tömegközlekedés könnyebb elérését. Elsőként indult útjára az MVK ZRT autóbusza az újonnan kiépített úton. Ünnepélyes keretek között került átadásra a buszjáratot kiegészítő megálló Felsőzsolcán. Az átadáson jelen volt és köszöntőt mondott Demeter Ervin kormány megbízott, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és dr. Tóth Lajos polgármester. Találunk utat, vagy építünk egyet. És mi építettünk. Felsőzsolcán 20 éven át csak ígérgettek egy utat, amely megoldja, kényelmesebbé teszi egy városrész lakóinak tömegközlekedését. Egy város lakó komfortérzetét alapvetően meghatározza, hogy hogyan éri el az orvosi rendelőt, az ABC áruházat, a templomot vagy a közeli nagyvárost. Innen, tehát erről a helyről, és az ettől az úttól keletre fekvő utcák lakói, akik 80-90-es években építkeztek ide, és jogos igényként vártak arra, hogy ne 500-800 méteres sétával érhessék el a busz, esőben, hóban, latyakban, fagyban. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő Felsőzsolca fejlődését látja az új út átadásában. Ismét történik valami pozitív dolog, ami épül Felsőzsolcán, ami előre visz, és ami közelebb hoz egymáshoz. Demeter Ervin szerint ezzel a lakók számára könnyebben megközelíthetővé válnak a megállók, ami a mindennapokban is érezhető változást hoz. Most egy olyan útszakaszt adunk át, ami nagyon sok ember számára megnyitja a lehetőséget, hogy a tömegközlekedést könnyebben, egyszerűbben vegye igényben. A polgármester mondott egy nagyon fontos számot, hogy ezzel az itt lakók 15 percet spórolnak. Ez látszólag nem egy nagy szám, de ha megnézzük egy hónapos szinten, ez körülbelül azt jelenti, hogy 10 órát nyernek ezzel. Azt jelenti, hogy 10 órával többet tudnak fordítani a családjukra, vagy 10 órával többet tudnak fordítani a munkájukra, vagy 10 órával többet tudnak fordítani a hobbiukra. Teljesen mindegy, egészen biztos, hogy olyan hasznos tevékenységre tudják fordítani, ami sajátjuk és a környezetének a boldogulását szolgálja. Mit érez most, hogy átadták az új megállókat? Én nagyon örülünk neki. Vártuk régóta. A város növekedése miatt több mint 20 éve felvetődött az igény a 7-es buszjárat útvonalának bővítésére, annak érdekében, hogy kevesebb gyaloglással elérhető legyen az MVK járata, mobilitást biztosítva mindenki számára. Én jártam ezen az úton, amikor még földút volt. Örömmel konstatáltam, hogy nyáron már görkorcsolyáztak, biciklisztek rajta a fiatalok, és nem beszélve arról, hogy buszforgalom lesz ezen az úton, és hát az itt lakók hamarabb fogják tudni megközelíteni Miskolc városát. Ön szerint hogyan változtatja meg ez a zsolcaiak életét? Hát mindenféleképpen könnyebbség, újabban nem szeretünk gyalogolni, és azért ez az új rész, ahol itt ezek a szép új házak vannak, elég távol esik Felsőzsolca belvárosától, úgyhogy hát könnyebbség lesz. Közösség gyarapodik valamivel, és ráadásul itt egy olyan útszakasszal gyarapodott, aminek a jelentősége a hosszán túlmutat, hiszen itt, ha jól tudom, a polgármester úton több mint 1000 embernek biztosít jobb, kényelmesebb közlekedési lehetőséget, megtakarítást időben minden nap, és egy jobb elérhetőségét Miskolcnak. A kivitele
jelzést az árvízi események, majd a csapadékos időjárás késleltette. Az útépítési és közvilágítási hálózatfejlesztési munkálatok elkészültek 2011. novemberében. Így mára már minden feltétel adott ahhoz, hogy elinduljon a buszközlekedés az új útvonalon, és városunk lakói mihamarabb felszállhassanak a megépült megállókban. A menetidő mennyivel változik? A számításaink szerint néhány perc, úgy gondolom, hogy olyan 3-4 perccel nőhet a menetidő, azonban az a menetrend, amit kiadtunk, már tartalmazta ezt a plusz menetidőt. Mi volt az oka annak, hogy Felsőzsolca évekkel ezelőtt pályázott a buszút elkészítéséhez? Az új településen kialakított telkeken több mint 1000 ember lakik, és 20-25 éve már az volt az ígéret, hogy csak építkezzenek nyugodtan, amire felépül a házuk, akkor már a buszközlekedés is megoldódik. Sajnos nem oldódott meg, tehát közel 25-30 évet kellett várni az embereknek arra, hogy befejeződjön a buszközlekedés felújítása, és közelebb kerüljön hozzájuk a közlekedés elérése. Összesen olyan 1 kilométerre bővült az út, és 3 megállót érint. A jelenleg átadott buszút 2010. novemberében készült el a kiviteli terve, és akkor el is kezdték a munkálatokat. 2011-ben be kellett volna fejezni, sajnos földpatkával történt a tervezés, és ezért húzódott annak az átépítése miatt a jelenlegi időpontra az átadás. Most várjuk még a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyét, és mihelyt az megvan, akkor egy hónap múlva járhat a busz Felsőzsolcán. Átadták a napelemes és napkollektoros rendszerből álló energiaudvart a Felsőzsolcai Római Katolikus Plébánián. A napkövető napelemes rendszer évente mintegy 4600 kW villamos energiát termel. Ez a mennyiség a plébánia villamos energiahálózatról történő áramfogyasztását jelentősen csökkenti. A napkollektoros rendszer 3 darab egyenként több mint 2 négyzetméter felületű napkollektorból áll, ami a használati melegvíz előállításában, illetve tavasszal és ősszel a fűtésre is rá segít. A beruházás 100%-os pályázati támogatással valósult meg. Tom Lumen tavaly adott koncertet az Élő Zsolca Klub szervezésében Felsőzsolcán. Eddigi pályafutása során több műfajban is otthon érezte magát és számos produkcióban vett részt. A jazz világától különböző pop és rock formációkig vándorolt. A fingerstyle műfajában találta meg igazi önmagát. Évekig gyakorolt zenét írt és készült arra, hogy másokkal is megoszthassa az érzést, amit e stílusban született dalok és azok eljátszása nyújtanak számára. Erről is beszélt a Zsolca TV-nek adott exkluzív interjújában. Szerelem még gyerekkoromból fakad. Egyszer egy véletlen folytán videófelvételről ismerkedtem meg egy Jimi Hendrix nevű gitárossal, és azonnal bereszerettem mind a játékába, mind pedig magába a hangszerbe, és akkor így el is döntöttem, hogy életem hátra lévő részében ezzel szeretném foglalkozni. Ott valószínűleg Jimi Hendrix varázsa is nem maga a hangszer volt az elsődleges, viszont a későbbiekben szerintem a gitár egy csodálatos hangszer, tehát bárhova magával tudja vinni az ember, és egy egész zenekart meg lehet szólaltatni. Minden szólamot egyetlen gitár segítségével, és ez szerintem csodálatos. Épp ezt akartam kérdezni, hogy hálás hangszer? Nagyon hálás hangszer, igen. Akkor hálátlan, hogyha nem foglalkozik vele eleget az ember, akkor hajlandó úgy szólni, hogy ezt szeretnénk. Tinédzser koromban kezdtem el egyébként komolyan foglalkozni a gitározással. Ezután főként jazzt játszottam. Itt Miskolcon nőttem fel, tehát környékbeli helyeken léptem fel akkoriban egy trióval, a saját triómmal, és későbbiekben elköltöztem a fővárosba, több lehetőség reményébe,
és itt részt vettem komolyabb pop és rock produkciókba is, például Balási Betty és Varga Feri első lemezére írtam dalokat, szerepeltem koncert DVD-jükön is. Tiusz Norma zenekarral jelentettünk meg legutóbb nagy kiadónál egy nagy lemezt, és egy évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy innentől kezdve szólóban fogok koncertezni egy akusztikus gitárral. Aki nem ismer, annak mit mondanál magadról? Hát ez nem annyira könnyű kérdés. Érdemes szerintem meghallgatni a játékomat, és akkor sok kérdésre rögtön választathat. Bármilyen korosztály jól tudja magát érezni egy ilyen koncerten. Az egész fiatal tinédzser nemzedéktől egészen a nagypapákig mindenki talál számára megfelelő csemegét a dalok között, és a gitár az annyira mindenkihez képes szólni, hogy nagyon könnyen a szívébe zárja minden korosztály. Mert ezzel a hangszerrel nagyon könnyű barátokat szerezni egyrészt, tehát hogyha valaki nem is feltétlenül életcélként tekint a gitárra, hanem esetleg hobbiból, örömzenélésre használja otthon. Nagyon könnyű barátokat, társaságot szerezni. Ez csajozós hangszer? Csajozós hangszer, abszolút. Tehát fiatal fiúknak is, de lányoknak is. Nagyon, egy nagyon romantikus hangszer szerintem. Az első szóló akusztikus nagylemez májusra várható. Ezt követi majd egy lemezbemutató, nagyobb szabású lemezbemutató koncert és turné. És a jövő év folyamán szeretnék Németországba, illetve Nyugat-Európába több felé is játszani. De a környező országokban is lesznek koncertek, már szerveződőben van néhány szlovákiai koncert. Dunaszerdahelyen például. Mit gondolsz ma a zenéről egyébként, ma, amikor mindenkinek a fülén ott lóg a mobiltelefon, az MP3-as zenék jönnek az internetről csőstül? Hát szerintem nagyon érdekes kérdés, nagyon telített a piac, tehát hihetetlen mennyiségű produkció van, ugye mivel nagyon könnyű az embereket elérni a zenével, az internet segítségével, ezért milliónyi zenekar és szólista és mindenféle zenei produkció van. Ebből a mezőnyből nehéz kiemelkedni. Most nagyon nagy változások mennek éppen most végbe a zeneiparban, tehát a régi nagy kiadók azok beleálltak a földbe, ugye tombol a zeneletöltés, igazából a művészek a pénzt azt nem feltétlenül lemezeladásokból termelik, hanem inkább a turnékból, a koncertezésből. Világszerte ugye nem egy világhírű előadó tette ingyen letölthetővé az albumát. És szerintem érdekes ebben a mezőnyben indulni, és ezekben a változó időkben részt venni. Mit gondolsz, hogyha Jimi Hendrix hazájában születsz, akkor ma hol tartanál? Valószínűleg épp ugyanitt, ahol most. Nem tudom egyébként. Nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés.
A ma már nagy hagyományokkal bíró sikertörténet 1988-ban kezdődött, amikor megkoronázták az első Alpok Adria szépség királynőt. Az Alpok Adria szépségverseny Olaszországból indult, és ma már 9 ország szép lányai versenyeznek a megtisztelő címért. A tehetséges résztvevőknek a verseny lehetőséget kínál a bekapcsolódásra a modell és divatvilágba. Az országos döntőnek idén először egy vidéki város, Miskolc adott otthont a hétvégén. A Miskolci Egyetem díszaulájában rendezett gálaműsoron fellépett az FKiKi zeneiskola tanára által alapított esthajnal zenekar is. A könnyű zenei formáció mindenki által befogadható zenei képet fest a lassan elfeledett népzenei világról, háttéranimációval, néptáncosokkal, a mai kor szellemében. Legutóbb múlt év novemberében adott otthont Felső Zsolca országos magyar nóta konferenciának és szórakoztató estnek. A hazai nótaénekesek élvonalába tartozó előadókat felvonultató nótaest résztvevőit kolléganőnk Pucol Solya kérdezte hétköznapjaikról, a magyar nótához fűződő kapcsolatukról. Thank you.
volt kapcsolatban a Magyar Nótával? Szerintem, mint minden más fiatalabb énekesről elmondható, hogy a szülői házból hozta ezt a nótás kedvet. Nekem is édesapám nagyon szép hangú, és nagyon jó baráti társaságokban nótafaként közreműködött. Így nem volt csoda, hogy én gyerekként átéltem, amikor lakodalmakban, disznóvágásokon egy-egy nótázás örömét átélték, és ez elrakódott bennem. Elmúlt majd 20 év, amikor én is megengedhettem már magamnak, hogy a nagyobb gyerekek és a viszonylagos biztonságos státusz mellett hobbimnak is szenteljek néhány órácskát hetente, és ez a nóta éneklés. És a dolgos hétköznapok között mennyire volt erre idő, mivel foglalkozik? Elég kevés időm van rá, miután 3 szép gyerekem van, és egy polgármesteri hivatali állásom, de azért azt gondolom, hogy akinek a szívében él a magyar nóta, az megkeresi a helyét és az idejét, hogy találkozhasson vele. Különösen könnyű ez egy kisvárosban, ahol lakik. Így van, Hajdúnánáson is nagyon sokan szeretik a nótát, nagyon sok nyugdíjas klub van, és nótaklub is működik, ahol igazából elkezdtem ezt a nótaéneklési időszakomat. Mint már említettem, a szüleimmel együtt mentünk a nótaklubba. Később ők maradtak Hajdúnánáson, én viszont annak reményében, hogy tudom egy picit képezni koromnál és hangi adottságaimnál fogva magam, így elmentem a szomszédos településre, ahol énektanár képez azóta is folyamatosan, és gyakorlatilag így kerültem el Felső Zsolcánra is, ahol is lehetőséget kaptam közel egy évvel ezelőtt, hogy bemutatkozhatok, és azóta is tagja vagyok az itteni egyesületnek. És milyen eredményekkel büszkélkedhet? Én nagyon nagy eredménynek tartom, hogy együtt énekelhetek azokkal az énekesekkel a nótás négyesben, akik ennek a nóta műfajnak a mai szerintem egyik legjobb előadói. Nagyon sokat tanulok tőlük, illetve azokat a lehetőségeket át tudom élni velük, amelyek most a nótát és a nóta éneklést közelebb hozzánk a közönséghez. Mit jelent önnek az éneklés? Egy nagyfokú felszabadultság érzését, ami azt gondolom, hogy minden emberben benne van. Ki él vele, ki nem, de jobb lenne, ha minél többen élnének vele, és legalább ezeket a lehetőségeket, amikor együtt énekelhetünk, velünk jönnének és kihasználnák. Oh,
szeretik az emberek a magyar nótát? Azt gondolom, hogy a nótaszerzők igyekeznek olyan népies alapokra helyezni ezeket a nótákat, a nóták dallamvilágát, illetve a nóta szövegeket, amelyek a mostani, mondjuk 50-en túli korosztálynak még élményeket jelentenek, és a fiatalkorukat jelentik, és igazából a boldogság érzése ebből adódik. Vannak a magyar nótának olyan dalai, amelyek a szomorúságról, az elmúlásról szólnak, de azt hiszem, hogy az életnek ez is természetes velejárója, hogy az ember búsul is, rossz kedve is van, de én azt gondolom, hogy nem hiába végződnek az előadók által előadott nótacsokrok csárdásokkal, azért, hogy ebből a letargiából, ebből a lelki borulátásból a kiutat megtalálják. Említette, hogy 3 gyermeke van. Van, aki folytassa ezt az irányt? Egyelőre nagy tagadásban vannak, azonban azt tapasztalom, hogy amikor én otthon éneklek a mosókonyhában, mert ugye valahol gyakorolni kell, akkor később visszahallom a gyerekeimtől, hogy ugyanazt a dallamot dúdolják tanulás közben. Tehát valahol ez az átadás, ez megtörténik. Én bízom benne, hogy hasonlóképpen, ahogy én gyerekkoromban édesapámtól ezt a dallamvilágot megszerettem, és most alkalmazom, az én gyerekeim is majd esetleg 20-30 év múlva nem fogják elfelejteni a magyar nótát. A férje a mai napig nem felejti el, hiszen ő mindig elkísér önt. Igen, ez egy szerencsés párosítás a mi életünkben, hiszen ő asztalosként ugyanúgy szereti azt a nóta világot, mint ahogy én őt elkísérem az ő általa hobbiként szeretett főzőversenyekre és egyéb olyan rendezvényekre, ami az ő életében kellemes kikapcsolódást jelent. Bizonyára sokan megkérdezték már öntől, de most én is megteszem. Hogyan került kapcsolatba a magyar nótával? Hát nagyon régen történt, gyerekkoromban a családi környezetem, ahol éltem egy kis szabolcsi faluban, és az ott élő emberek, inkább először a népdal volt az, ami úgy megfogott, aztán később folyamán kerültem kapcsolatba a nótával. De olyannyira, hogy 20-21 évesen már sikerült egy akkor működő népdalkörben tevékenykednem, és mivel fogékony voltam a zenére, mert hangszeren is játszottam, meg játszok mai napig is, elkezdtem gyűjteni a népdalakat, és vannak saját ütési népdalai is, kincset érnek, és aztán ez átvezetett a nóta világába, mert nagyon sok közös ponton
találkozik a magyar nóta és a népdal, népies műdalok. És aztán tovább itt sodort az élet, és egyre mélyebben kerültem kapcsolatba a nótával. Meséljen nekünk kicsit arról, hogy milyen hangszeren játszott és meddig, illetve hogy milyen népdalokat és hol gyűjtött. Hát a hangszerrel való találkozásom az 13 éves koromban történt. Kaptam a szülőmtől egy hegedűt, és a hegedű lett a fő hangszerem. A középiskola elkezdése párhuzamosan elvégeztem zenéiskolát. Aztán már a hangszer tanuláshoz idős voltam, és az